A Ludasi falunappal egybekötött fokhagymáról szóló fesztivál megszervezésére gyűjti a pénzt a Ludas Közösségfejlesztő Egyesület. Sörös Márta, az egyesület elnöke elmondta, Szabadka támogatása nélkül nem igazán tudnák megszervezni a hagyományos eseményt. 150 ezer dinár, ami majd a vendéglátásban, a rendezésben, hangosításban, zenében fog segíteni bennünket. Már harmadik éve sikeresen pályáznak Szabadka civil szervezetek részére kiírt mezőgazdasági jellegű pályázatára a mérgesi Újpálinka fesztivál szervezői. Glavno mi dobijamo posle završene manifestacije, jer naravno sve te papire treba prikupiti. Sredstva koja dobijemo potrošimo na sve te stvari koje su napisane u projektu, što su potrebne, pehari, medalje, bine, ozvučene i tako to sada ne nabrajem, ima dosta toga. Sve to kad se odradi, kad se dobiju sredstva, podnose se računi, troše se pare, posle se napravi taj financijski izveštaj koji se predaje opet u gradu. Minden évben május végén Szabadka városa pályázatot hirdet azon civil szervezetek támogatására, amelyek hagyományos mezőgazdasági jellegű vagy vidékfejlesztési rendezvényeket szerveznek. Idén a város költségvetéséből mintegy 2,5 millió dinárt láttak elő erre a célra. A pályázatra 22 civil szervezet jelentkezett. Minden pályázó időben eljuttatta hozzánk az iktatón keresztül a dokumentációt, ellenben amikor a bizottság ellenőrizte a mellékelt iratokat, kiderült, hogy 4 egyesületet el kell utasítanunk, mert bizonyos feltételeknek nem feleltek meg, tehát gyakorlatilag 18 egyesület kapott most anyagi támogatást, az összeg az 80 ezer dinártól 150 ezer dinárig terjed. A 150 ezer dinár egyébként a maximális összeg, amit lehetett igényelni, ami a pályázatban szerepelt is, és így 2 millió 430 ezer dinár került kiosztásra. A civil szervezetek a héten reggel 9-től fél 11-ig írhatják alá a szerződéseket a Városháza ügyfélszolgálatánál, a 15-ös pultnál. Szerdán 13 egyesület élt már a lehetőséggel.